Sziasztok, szép napot mindenkinek! Németországban közlekedem az A7-es autópályán, még mindig Dánia felé tartok, még 83 km a határ. Ahogy mondtam a tegnapi videómban, Hirschhausba megyek, onnit fogok áthajózni Kristiansandba az este. Megyek Norvégiába egy rövid norvég fuvarra. Na most többen jeleztétek már régebben is, hogy nem készítek beszélgetős videókat. Hát erről csak röviden annyit szeretnék mondani, hogy nem ezzel a céllal hoztam létre a YouTube csatornát. A YouTube csatorna célja az volt régebben, hogy ismerősöknek, barátoknak készítsek olyan útfelvételeket elsősorban, amiket egy kamionos bejár, és nagyon nem is akartam beszélgetni, inkább csak a szép látványos útvonalakat rögzíteni, csak közben jött ez, hogy néha belebeszélek. Nagyon nem látom értelmét, mert de miről is beszéljek, a kamionozásról sok mindent nem tudok elmondani, meg kell tapasztalni, meg kell élni. Oktató videót nem tudok csinálni. Nagy részt én is az életben, élőben tanultam meg dolgokat. Nyilván a nagyon fontos része ennek az, hogy merj kérdezni kollégáktól, idegenektől, külföldön. Legalább egy nyelvet beszélj alapfokon, angolt vagy németet. Ha ez megvan, akkor az élet meg fog tanítani. Többit ugye megtanulod az alapokat az autós iskolában, de hiába is nézel oktató videókat, mindig minden körülmény más. Tehát mindig rögtönöznöd kell. Ez a kamionozás szinte erről szól, hogy hirtelen döntéseket kell hoz. És jó döntéseket, ez a fontos. Szóval erről nem lehet jó oktató videókat készíteni. Az, hogy menet közben beszélek, az én szemszögemből nézve értelmetlen, inkább szóljon egy jó zene. Na most, miért is készítek most beszélgetős videót? Hát megmondom őszintén nektek, hogy nagyon kezdelegem lenni a szépen épülő új világból. Erről YouTube-on nem szoktam beszélni. Mikor még volt Facebookom, akkor a Facebookon volt egy-két csoport, amiben próbáltam segíteni egy-két embernek. Próbáltuk inkább úgy mondom egymást segíteni. Csak hát sajnos nagyon sok ott is az olyan ember, aki össze-vissza beszél minden hülyeséget, mint ahogy bárhol, bármelyik platformon. Na most, szóval ahogy az előbb említettem, épül a szép új világ, és most szeretnék egy pár gondolatot megosztani mindenkivel, azzal is, aki nem így látja. Nyilván okkal nem így látja, mert én is, te is, mindenki át lett programozva az évtizedek során, média által, tanítás által, sok minden által. Ugye el lett vive a gondolkodásunk egy olyan irányba, amiből nagyon nehéz kizökkenni. Én közel 20 éve már, hogy megláttam, hogy nem jó az út, amifelé akarnak vinni. Azóta követem a háttérhatalmat, a háttérirányítást, nyilván az elérhető információkat, és most az utóbbi időben ez kicsit könnyebb, mert már nyíltan megmondják, csak ugye megfelelő helyen kell keresni. Nyilván a mainstream média hallgat róla, de ha megfelelő helyen keresed, akkor megtalálod a megfelelő információt, és miért is fontos ez? Hát azért, mert téged ugyanúgy érint, mint engem, mindenkit. Minket, a jövő generációt, legfőképp a jövő generációt. Na most, mit ígér ez a szép új világ? Nem titok, 2 éve még titok volt, vagy nem is volt titok, de nem annyira beszéltek róla, de most már beszélnek róla. Már a parlamentünkben is ugye téma az új világrend, az egyközpontú világ. Ugye, amit már nyíltan felvázolnak, hogy nem lesz semmit, elveszik tőlünk a tulajdont, nem birtokolhatunk, nem lehet magánéletünk, de mégis azt mondja ez a szép új világot ígérő háttérhatalom, hogy de ettől függetlenül boldogok leszünk. Hát röviden fogalmazva, totális irányítással totális rabszolgák leszünk, akik nem birtokolhatnak semmit, és nem lehet magánéletük.
Na most ha azt gondolod, hogy ez összeesküvés elmélet, az összeesküvés elméletekről annyit kell tudni, hogy minden, amire azt mondják, hogy összeesküvés elmélet, az mind valóság alapra épül. Csak ugye nem akarja a hatalom, hogy te elhidd. Ugye most is ezért van ez a megosztás az emberek között. Na most be fogok csatolni a YouTube videó alá egy linket. Egy értelmes ember értelmesen érvekkel elmondja azt, hogy miért próbálják az embereket, a társadalmat két részre osztani. Miért vannak összeesküvés elmélethívők, és miért vannak reális, idézőjelbe teszem, reális, nem is tudom, reális életben hívők? Nem is tudom, nincs is erre kifejezés. Tehát elvakítottak, vagy átprogramozott emberek. Na most, tehát tényleg én nekem nem célom megosztani társadalmat, én nekem a célom segíteni embertársaimnak, akik nem látják ezt. Ahogy mondtam az elején is, okkal nem látják, mert elhisznek, hisznek bizonyos dogmákban, és nem akarnak attól eltérni, mert félnek, valamiért félnek felvállalni az igazságot. Olyan embert is ismerek, nem egyet, aki sejti, vagy tudja, hogy mi az igazság, csak fél róla beszélni. Hát tegyük félre ezt a félelmet, és induljunk el egy jó úton. Ne engedjük ennek a nagy hatalomnak. Közel 3000 emberről beszélünk, ugye, akik irányítják ezt a hierarchikus rendszert, akik vannak a csúcson. Ugye nagy cégek, nagy vállalatok tulajdonosai, többsége ugye elvonul a nyilvánosság elől és a háttérben dolgozik, de ugye itt van a Világgazdasági Fórum vezetője, Klaus Schwab. Klaus Schwab írt egy könyvet a Great Resetről, ott tervszerűen lépésről lépésre leírja, hogy mi a terv, és hogy hogyan fogják véghez vinni. Ha tudod, ha ismered ezt a tervet, és összevonod a jelenleg zajló lépésekkel, körülnézel, legyen ez a klímahiszti, legyen ez a járványok évtizede, bármi, vagy éppen a gazdaság bedöntése, ami most zajlik, ha körülnézel, össze tudod rakni a puzzle-t, és látod, hogy hát igen, igen, valóban épül. Ezzel csak az a baj, hogy eljutunk, a technika segítségével eljutunk egy olyan szintre, ami már visszafordíthatatlan, akkor nem lesz az, mint a régi diktatórikus rendszerekben, hogy én ezt nem támogatom és összeomlik, nem. Itt a technológiai segítségével sikerül úgy kiépíteni ezt a rendszert, hogy fenntarthatóvá válik. Tehát ugye ez is a szlogenjük, hogy fenntartható szép új világ. Kérek mindenkit, olvasson, keresse fel ezeket a közösségeket, ahol tisztán látnak az emberek, csatlakozzanak, építsünk mi civilek egy szép új világot, és ne adjuk azt, hogy egy diktatórikus rendszer elnyomjon és totális rabszolgatársadalomba taszítson minket. Röviden ennyit akartam mondani, tehát tényleg nem kamionos téma, de minden egyes embert érint, téged is, engem is, és a legfontosabb, hogy a jövőnk múlik mindezen. Az, hogy összeomlik-e a gazdaság, vagy sem, ez megint csak rajtunk múlik. Most nézzük meg Magyarországot. Magyarország csendben ül, és nagyon kevés ember az, aki kiáll, például tüntetni. Tudom, hogy nem sokat ér, de kis lépések, mégiscsak valami. Ki áll tüntetni azért, hogy ne engedjük, hogy így elszabaduljanak akár a rezsi árak, akár az élelmiszerek, akár a megélhetéshez szükséges, bármi. Szóval induljunk el egy jó úton, és a legfontosabb, hogy ne egymást szapuljuk, hanem fogjunk össze. Találjunk egy közös célt, és ez a közös cél legyen a jövőnk. Nem kamionos téma, de így útközben nagyon sokat gondolkozok ezen, hogy mit lehet tenni. Ugye nyilván jó irány az önfenntartás, csak ugye az önfenntartással is úgy kell élni, hogy
közösséget kell létrehozni. Ugye régen is úgy működtek az önfenntartó gazdaságok, hogy volt egy közösség, és a közösségben volt minden szakirány, tehát volt orvos, volt gazda, volt minden, tehát ami fontos a normális élethez. És a jövőben is, hogyha ilyenen gondolkozunk, csak úgy fog működni, ha közösséget alkotunk. Na most a közösség, ugye a Facebookon vannak ilyen hálközösségek, amik szeretnek beszélgetni, de nem működnek, akkor van olyan közösség, ami befektetéssel megalapozható, de sok ember azt mondja, vagy azt a hitet vallja, hogy ő nem akar se energiát, se pénzt beletenni semmibe, mert azt gondolja, hogy ingyen és munkanélkül működhet ez. Hát sajnos el kell keserítsek minden ilyen embert, mert ingyen semmi nincs. Tehát, hogyha te kézen fogva, összetett kezekkel könyörögsz valakinek, hogy segítsen, nem biztos, hogy fog segíteni. Ha te vársz valakire, egy megmentőre, hogy jön a semmiből és meg fogja menteni az emberiséget, csak sodródni fogsz az árral, de nem fog megmenteni senki. Nekünk egyenként mindenkinek fel kell állni, tenni kell, áldozatot kell hozni, ez így volt régen is, és így lesz a jövőben is. Röviden ennyit erről a témáról is, valóban nézzétek meg ezt a rövid kis YouTube videót, hallgassátok meg, hogy miért, legfontosabb, hogy miért nem akarnak az emberek erről beszélni, és mi a félelem az emberekben. Oszlassuk el ezt a félelmet, és építsünk egy szép új világot. Mi, civilek, és ne a hatalom. YouTube-ról csak ennyi lesz ez a téma. Többet erről nem fogok beszélni. Nincs is értelme. Aki látja, látja, aki nem akarja, az valószínűleg nem is fogja. De azért segítsétek egymást, ez a fontos. Én pedig megyek tovább Dániába, és akkor este pedig hajózok át. Ja, és készítem a nagy utazás harmadik részét. Hamarosan ez is feltöltésre kerül. Röviden ennyi lett volna, köszönöm, hogy meghallgattad. Sziasztok, legyetek jók és vigyázzatok magatokra!